Haben alle schon Weihnachtsgeschenke gekauft? Mindenki vásárolt, már megvette a karácsony ajándékokat? Ich habe noch keins. Még egyáltalán egyet sem vettem. Ich bin froh, wenn ich überhaupt eins bekomme. Egyáltalán ülök, ha kapok egyet. A Ferencvárostól még kaphat egyet idén Tomásdól, ha a zöldfehérek az idei utolsó fordulóban legyőzik hazai pályán az MTK-t. Ez pedig Gera Zoltán szerint is döntő fontosságú lehet a folytatást nézve. Nem mindegy, hogy hány ponttal vagyunk a rivális mögött, és úgy megyünk majd el téli szünetre, mondjuk, hogy 3 pont vagy 8 pont, azért nem mindegy, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy hozzuk az utolsó mérkőzésünket, és hát nem mellékesen pedig a szurkolónk, akik biztattak egész ősszel bennünket, próbáljuk őket kárpótolni ezért az őszért. A tavaszi szezon általában jobban szokott sikerülni a Ferencvárosnak, mint az őszi szezon. Éppen ezért is nagyon fontos, hogy kezdő lépésként az utolsó idei fordulóban amolyan kezdő löketként győzünk itthon az MTK ellen. Mert hogy a címvédő jelenleg a Vasas, a Videóton és a Honvéd mögött mindössze negyedik a tabellán, és finoman fogalmazva is hullámzó őszi teljesítményt tudhat maga mögött. A tabella nem hazudik, csak a jelenlegi állást mutatja. A támadásaink nem voltak átütőek, hátul pedig sok egyéni hibát vétettünk az ősz során, és ez az, ami a tabellán is látszik. Egyre inkább elvesztettük a fonalat, így ősszel, és egyre nagyobb gödörbe kerültünk, az önbizalom elment, és hát ez nagyon fontos egy csapat életébe. Hogy újra megtalálják azt a bizonyos fonalat, jól jöhet a kis pihenő. A szombati MTK elleni örökrangadó után jön egy kis szünet, majd januártól kezdődik a felkészülés. Nem kaptunk elég pihenőt, és azért ez látszódott a teljesítményünkön, úgyhogy nagyon jól fog jönni a pihenő nekünk. Addig azonban Tomás Doll a csapat formálásával foglalkozik. Az egyeztetések a csapat erősítéséről már megkezdődtek, de még sok mindent mérlegelni kell. Mely játékosok állnak rendelkezésre, és ők mennyire férnek bele az elképzeléseinkbe. Természetesen a szabadság alatt sem fogok teljesen kikapcsolni, hanem a jövőt fogom tervezgetni. Januárban, amikor kezdődik a felkészülés, akkor újra a régiek leszünk. Ezért fogunk dolgozni egész januárban a felkészülés alatt. És ez egy jó kihívás, hogy innen azért próbáljuk le dolgozni majd a hátrányt, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Minden esetre a vezetőedző nem foglalkozik a belévetett bizalom kérdésével. A bizalom nem az én irányomban, hanem a csapat felé a fontos. Bennük kell bízni, velem nem kell törődni, meg kell találnunk újra az utunkat, ez az egyetlen, amit tehetünk. Szombaton tehát a Fradi az MTK ellen próbál javítani mérlegén, a két klub viszont összefogva plüssmackókat gyűjt majd az országos mentőszolgálat számára.